Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, melyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál, az idő dél felé jár. Miközben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte, adj innom. Tanítványa ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott, hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni? A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt, ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelte, Uram, hiszen vödröt sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk adta ezt a kutat, amelyből ő maga is ivott, meg fiai és az állatai. Jézus erre megjegyezte. Mindaz, aki ebből az vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Jézus így szólt, menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Az asszony ezt felelte, nincs is férjem. Mire Jézus jól mondott, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt helyesen mondtad. Ekkor így szólt az asszony, Uram, látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte, hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, mikor az atyát nem itt és nem Jeruzsálembe fogják imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt, már itt is van, amikor az igazi imádok lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyen imádokat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szólt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunk rád mindent. Erre Jézus kijelentette, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget. De nem kérdezte meg egyikük sem, mit akarsz tőle, vagy miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elsietett a városba, és elmondta az embereknek, jöjjetek, nézzétek meg azt az embert, aki mindent elmondott, amit tettem. Lehet, hogy ő a Krisztus. Ki is jöttek a városból, és oda gyűltek köréje. Közben a tanítványok megkínálták őt, Mester, egyél. Jézus azonban ezt mondta, van nekem olyan eledelem, amelyről ti nem tudtok. Erre a tanítványok kérdezni kezdték egymást, talán valaki hozott neki ennivaló? De Jézus megmagyarázta, az én eledelem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, és hogy befejezzem az ő művét. Ugye azt mondjátok, még 4 hónap és itt az aratás. Íme én azt mondom nektek, emeljétek föl szemeteket és nézzétek a földeket, aranysárgák már, készek az aratásra. Az arató elnyeri majd jutalmát, begyűjti a termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt örülessen azzal, aki arat. Mert igaza van a közmondásnak, az egyik vet, a másik arat. Én azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak, ti pedig az ő munkájukba álltok be. Abból a városból, a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az asszony tanúsította, mindent elmondott, amit tettem. Mikor aztán kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig. Azután így szóltak az asszonyhoz, most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is,
és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ez az evangélium. Krisztusban testvéreim, az ószövetségi olvasmány segít megérteni az evangéliumot, mert egy kulcsot ad a kezünkbe, hogy megnyissuk az értelmét, és aztán persze az evangélium fénye elönti az egész ószövetséget, és újra értelmezi. Izrael a pusztai vándorlás idején, 40 évig, elérkezett egy víz nélküli helyre. Rafidimnél kegyetlenül megszomjaztak. Mózes Isten parancsára, ráütve a sziklára, vizet fakasztott a népnek. Most az új Mózes Jézus, ami Urunk és Istenünk, az örök atyának örök fia, ki emberré lett, és mivel emberré lett, megszomjazott, mint ősei a pusztában. Jákob kutyánához ért, dél volt, de nem volt vödör, és a kút mély volt. Szamáriából jött ki egy asszony vízért. Jézus kérte, adj innom. Éppen olyan jelenet ez, mint amikor Mózes a kőszikla előtt állt, mert ennek az asszonynak kőből volt a szíve. Egyébként nem Mózes állt ott, láthatatlanul Isten. Most láthatóan áll itt az Isten. Ennek az asszonynak kőből volt a szíve. Hogyan kérhezte zsidó létedre tőlem Szamária asszonytól inni? Egy nő, aki arra született, hogy inni és enni adjon az embernek. Hogy tud így válaszolni? Természetellenes. Ami ma van, az természetellenes. Mert a nő méltósága az, hogy méhében már táplál minket, utána pedig szoptat, vagyis enni és inni ad egyszerre. Ennél nagyobb méltóság nincs. És a lelki gyakorlatos testvérekkel Izsák házasságáról szóló történetet olvastuk, Teremtés könyve 24. fejezetet, ott egészen mást láttunk. Ábrám elküldi öreg szolgáját, hogy a rokonságából, a már egy Isten hívővé vált rokonságból hozzon a fiának egy lányt feleségül, ha a lány is beleegyezik. És az öreg szolga megérkezett, leült a kúthoz, és így gondolkodott, így imádkozott. Uram, tedd szerencsessé utamat. Most este kijönnek az emberek lányai a kúthoz vízért. És ha én azt mondom az egyiknek, adj innom, és azt mondja, igyál és megitat engem, az lesz Izsák felesége. És íme így történt. Mert az emberek lányai azt a hivatást kapták, hogy az élet közvetlen szolgálói legyenek. A Teréz anyák is. Ez az öreg szolga, miközben Istenre bízta az egész ügyet, használta az eszét is. Mert nem azt kérte, hogy Uram, add, hogy egy csillag jelenjen meg a lány feje fölött, vagy sugár. Ez a hitetlenség. Hanem használt az eszét. Add, hogy belelássak ennek a lánynak a lelkébe, vagy mi lakik benne. Hogy egy öreg ember vizet kér, és ő megitatja. Annak húsból van a szíve, annak nem kőszíve van. Ahogy Jeremiásnál az Úr mondja, hogy a bűnös Izraelnek és minden embernek kőből van a szíve, de én majd hús szívet adok nektek, kicserélem a bensőtöket. És amikor ez a lány megitatta az öreg szolgát, akkor tudta, hogy ez Izsák felesége. A szamariai asszonynak azonban kőszíve volt, megkeményedett a belső világa, görcsökben volt. Erről árulkodnak szavai. Hát nem az a természetes. Ha kér inni valaki, akkor megitatom. Egy nagyon-nagyon szomjas embernek vallási kérdéssel áll elő. Persze nehogy azt gondoljuk, hogy a vallási kérdés másodlagos. Az Úr Jézus ebben a szakaszban azt is mondja,
hogy ti tévedtek, elszakadtatok Izraeltől, és külön szentét létesítettetek. Pedig az üdvösség a zsidóktól jön. De sok Jeruzsálemben élő zsidó is tévedésben van, mert hiába van igazuk a szamaritánusokkal szembe, a saját igazuk lényegét nem ismeri, azt, amit a próféta mondta, hogy Jeruzsálemben a messiás időkben a templomból vízforrás fakad, egyre növekszik a víz, és kiárad mindenkire. A pogányok is fognak belőle inni. Testvérek, a kereszténynek van igaz a vallásokban egyedül. Mert Isten egy módon jött el. Sok vallásban, sok igazságban, mert sokféleképpen keresik az Istent. A keresztény nem keresi az Istent, hanem az Isten kereste őt és megtalálta Jézus Krisztusban. Tehát a vallási kérdés nem mindegy, csak hogy egy keresztény ismeri-e a hitének a mélységét. Mi az? Na mi az? Az, hogy nekem minden ember testvérem, mert az Isten emberré lett. Sokszor elmondtam, hogy bármilyen vallás két embere között, és bármilyen politikai párt két embere között nincs olyan kapcsolat, mint én közöttem és közöttük. Azok a pribékek, akik verték Mindszenty Józsefet, és annyi egyszerű nőt és férfit a hitéért, azok csak elvtársak voltak. Egy elvben egyeztek meg. De Mindszenty viszont tudta, hogy Krisztus értük is meghalt, és értem is. Tehát Mindszenty és az őt verő pribékek között mérhetetlen kapcsolat van. És ennél mélyebb kapcsolat nincs. Egyetlen vallás sem tud mélyebbe alapot mondani. Soha, se a Mohamedán, egyik se. Az, hogy nekem a másik, az édes testvérem, hogy Krisztus érte is meghalt, az az Isten fia földre szállott érte, hogy ugyanazt az új életet akarja adni a Szentlélek által, egy új rokonságot akar létrehozni. Na most hiába van igaza egy keresztény katolikusnak, ha ezt nem érzi és nem éli. Nagy baj van. És milyen érdekes, lehet, hogy egy pogány helytelen vallási nézetekben van, de áldozatot hoz a másikért. Például az összevel zsidónak a szamaritánus adott inni, és sebeibe olajat öntött. Akkor bár ő vallásilag tévedésben van, ezzel a cselekedetével az üdvösség erőterébe került. Ezért az utolsó napon mondja az Úr, szomjaztam és innom adtatok. Vigyázzunk, az üdvösség a keresztényeknél van. De értjük ezt az üdvösséget. Hogy ez a másik embernek a teljes szolgálata. Nem csak egy igazságrendszer, nem csak ortodoxia, hanem ortopraxis, helyes gyakorlat. Igen. Nem vallási közömbösségről van szó, hanem az igaz vallásnak lényegi megragadásáról. Egy Teréz anya nem vitatkozott a hindu vallásokkal. Teréz anyának volt igaza. De mit csinált? A kereszténységét oly mélységbe élte, ahol minden emberhez utat talált. És az egyetemes szeretetet hirdető hindu vallásban nem törölték le az utcán haldokló, legyekkel és mocsokkal telelevő arcot. Ő meg letörölte. Megmosdatta. Éppen Krisztus nevében. Ezt el kellett mondanom az igazság kedvéért. Mert Krisztus is mondja, hogy nincs igazatok. Nem a Garizim hegyéről. Jeruzsálemből indul ki. De a jeruzsálemiek sem mind tudják azt, hogy mi a vallásuk lényege. Hogy Isten megáldotta Ábrahámot, de nem azért, hogy egy zsidó világuralom legyen. Téged meghívott kereszténynek, de nem azért, hogy csak élvezd ezt, hanem hogy kiárazd a többiekre. Hogy
hogy majd az az élő víz, amit fakaszt a jeruzsálemi templomból, az megöntözi a pogány területeket is. Minél kizárólagosabban keresztény valaki, de intelligensen, megértve ezt, amit mondtam, annál egyetemesebb lesz, és annál inkább minden ember szolgálja. A vallásuk igaz és helyes volt, a nem bagatelizálható. Ám egy igaz vallás van. Ám hamisan él az, aki keresztény, és gyűlölködik. Keresztény, és a nem keresztény testvérei nem segít. Keresztény, de a kereszténység üldözőit nem tartja édes testvérének. A megtestesülés szent titka által. Igen. De ha egy igaz vallás követője nem eszerint cselekszik, akkor cselekedetével megtagadta az ő igaz vallásának a lényegét. Ábrahámot megáldja az Úr, és azt mondja majd, általad a pogányokat is megáldom. Jézus ezt teljesítette be, áldást, életet hozott, beteljesítve Izrael várakozását. Íme az igaz vallás lényege, a minden emberre kiterjedő gyakorlati szeretet. Ezért mondja ismétlem az Úr, az utolsó napon szomjas voltam és innom adtatok, jertek atyám áldottai. Tehát nem másodlagos a vallás igazsága, de ha tudjuk, hogy mi a lényege, akkor azt gyakoroljuk, mert egyébként megtagadtuk. Nem az a legnagyobb baj, hogy ez az asszony vallási tévedésben van, hanem az, hogy az egyetlen igaz vallás tetteit, amelyet azért minden lelkiismeret sugall, akármilyen valláshoz tartozik. Mert ugyanaz valaki szól a lelkiismeretben, mint aki most beszél itt a kútnál az asszonnyal. Az a hang azonos. És ez az asszony nem hallgatott a belső szóra, mert szíve kőből volt. És most mit tesz a mi Urunk? Mint Mózes a sziklával, megüti. Nem kívülről üti meg ezt az asszonyt, hanem belülről. Nem haraggal, hanem irgalommal, hogy összetörje a kőszívét, és 20 szívet adhasson neki. Hogy felé lesz a benső életét, énjét. Ezért mondja, és ez egy ütés, hívd a férjedet, jöjj ide. Nincs is férjem. Hát ezt jól mondtad. Mert 5 férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt helyesen mondtad. Jézus összefoglalja ennek az asszonynak egész élettörténetét, amely oda vezetett, hogy megkeményedett a szíve. Szeretetre szomjazott. Az első szerelem az igazi szerelem. A többi minden csak abban van. Nem lehet fölcserélni a másikat. És egy emberi kapcsolat az örök. Szeretetre szomjazott az igazira, az örök szeretetre, de ezt nem kapta meg. És ezt a minőséget mennyiséggel akarja pótolni, összeáll sorba férfiakkal. Olyan kapcsolatban van, amit nem kötelez, ami nem kötelezte el magát. És ezzel most már ez a nagy baj kezd megelégedni, mint ahogy Európa kezd szépen lezülleni. Mivel már nem tudja azt, amit Szent Pál apostol mondott, hogy a szeretet örökké való, tudnilik, mert Krisztus föltámadta a halálból, ezért megelégszik a szeretet gyalázatos utánzásaival. Megelégszik egy kis közösen művelt gyönyörrel, egy kis langyos együttléttel, és közben a szíve lemond az örök életről, amit az Isten belénk táplál, és ezért görcsökbe lesz ott belül, kőszikla lesz ott belül. És Jézus megérintve ezt a kősziklát, megütve, összetörik. Persze az asszony még egy kicsit védekezik, még felhozza a vallási kérdést még egyszer, de íme már valami reménykél a szívébe. És azt mondja, persze, tudom, majd ha eljön a messiás, akkor mindent tudtunk rád, de az majd lesz.
a mi napjaink azok istentelenek. A csodák mindig régen voltak, meg majd a világ végén lesznek. Én vagyok, aki veled beszélek. Jézus ráütött a kősziklára, és abból víz folyt ki. Élet és életadás. Micsoda remény gyulladt ennek a szívébe. És Szent János az evangéliumban gondoskodik arról, hogy teológiailag megmagyarázza, hogy mi történt az asszonnyal. Természetesen Jézus feloldozta. És a vízmerítés szertartásánál a názáreti ott állt és fölkiáltott. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És én a szívéből az élet vizének forrásai fakadnak, és odaírja a gyöngébbek kedvét János, ezt a Szent Lélekről mondta. Tehát, hogy az ember belső világát összeköti a Szent Háromság Isten életével. Ezért hallottuk Szent Páltól, hogy Isten szeretete kiár a szívünkbe a nekünk adott Szent Lélek által. Ne feledd, a te szíved Isten szívével össze van kötve. Belőle élő vízforrásai fakadnak. Ezt a Szent Lélekről mondta Krisztus. És a lelki gyakorlatban, testvérem, itt a három nap alatt, ha valaki téged ott belülről megütött, az nem én voltam, nem ismerlek. Én csak az Úr tanítását hirdetem. Ő volt. De hogy a Zsoltáros mondja, Isten sebet üt, és be is kötözi. Azért üt sebet, hogy felépítse az ember belső világát. Hogy elvegye a kőszívünket, és valóban 20 szívet adjon. És így megvalósította Krisztus, amit Jeremiás próféta mondott, hogy majd amikor eljön a Messiás, akkor elveszi a kőszívünket, és 20 szívet ad nekünk, és már nem a kőtáblán lesz a 10 parancsolat, hanem a szívükbe vésem azt az egyetlen parancsot, amit a tíz csak körül jár. Szeress, ahogy Isten szeret. Képes vagy rá. Az emberi szív egy olyan csatorna, melyen Isten szeretni tud. Ezt a szeretetet szomjazzuk. A másik embernél is. Igen. Az emberi szív egy forrás lesz. Látjuk ezt ott, hogy az egyik ember képes meghalni a másikért. Ahogy Krisztus meghalt értünk, hogy életünk legyen. Amen.